Észre kell vennünk, hogy a szolidaritás felvállalása hozhat egyedül javulást a helyzetünkben. És most viszont muszáj hátra menni, mert kezdődik a tüntetés. Félreértett miniszterelnök úr. Múlt heti beszédemben arra bíztattam, hogy találkozzon fiatalságával, de nem az Orbán fiúkra gondoltam. Amit egy egész apparátus nem tudott megoldani fél év alatt, no, azt Orbán Viktor egy rövid romkocsmai beszélgetés után egyszerűen megoldja. Hirtelen felébred Csipke Rózsika álmából? Nevezhetik ezt divatos kifejezéssel unortodox demokráciának, ez azonban egyszerű diáknyelven diktatúra. Kiszámítható, igazságos és 21. századi felsőoktatást követelünk. Ezt nem lesz könnyű összehozni néhány óra alatt. De mi várunk, és most még csak csendben várunk, várjuk a megoldást. Nem olyan régen egy külföldi politikus azt állította, hogy a magyaroknak elegük van a demokráciából. Hogy végre kihozanodtak és jó útra tértek. Ez a külföldi politikus nem más, mint Fehér Oroszország elnöke. Fehér Oroszország nem csak arról híres, hogy ez az utolsó diktatúra Európában, hanem arról is, hogy itt van kizárólag hallgatói szerződés Magyarországon kívül. Vegyük észre, hogy a kormány tudatosan építi le a kritikus kontrollt. Spórol a felsőoktatáson, mert fél a gondolkodó fiatalságtól. Viktor egyetlen tolvonással, azaz egy kétperces Facebook videóval visszavonta a keretszámokra és a tandíjra vonatkozó terveit. Lélegzett visszafojtva néztük, ahogy Magyarország miniszterelnöke egy amatőr bombiván önbizalmával blokkol egy újabb áriát. A hallgatói hálózat elsőként utasította vissza Orbán hizelkedését, amiért csodálom őket. Együtt vagyunk! Együtt vagyunk! Január végén újra jelentkezünk. Köszönjük a figyelmeteket! Kossuth él! Kossuth él! A Kossuth térre! Szabad egyetem! Igen, ura, hoppa, rózsa, hely! Hely! Mi tettünk? A tartanák ma egy egyetem foglalást! Igen! Mondjuk úgy az 56-osokhoz, előtte még próbálnak beolvasni a rádióba a 6 pontos követeléseinket. Gyertek velünk, mert az egyetem jövője az ország jövője! Most bemegy egy gimnazista és két egyetemista, hogy beolvassa a 6 pontot! Egyetlen! Szent Évián nevében átvettük a petíciójukat. Adjuk át a petíciót!